A nagy találkozása vagy a hatagró uni győr és a szerb Natasa Kovacevic újra együtt. A szeptember 7-i két halálos áldozatot követelő busztragédia következtében Kovacevicnek térd alatt amputálni kellett a ballábát. Azóta eltelt több mint két hónap, a játékos hazájában Szerbiában gyógyul, a csapat pedig látogatóba utazott hozzá és elvitte a szurkolók plüssállatait, amiket a Jekaterinburg elleni Euroliga nyitányon a pályára dobtak. Laklóték egy jótékonysági gálamecset is játszottak a házigazdat Szurben az vezdával, amit 73-71-re meg is nyertek. Kovacevicsen a fotók alapján nem látszanak a tragédia lelki nyomai, sőt a hírek szerint művégtaggal szeretne visszatérni a pályára, illetve elképzelhető az is, hogy megpróbálja lefutni a New York maratont. Natasának csak kitartást kívánhatunk terveihez. A csapatnak pedig sok sikert, mert a jövő héten már kettős terhelést kap. Csütörtökön ugyanis az Euroligában fogadja az olasz kiót, vasárnap pedig megkezdi a szereplést a magyar bajnokságban az MTK ellen.